Hamarosan megkezdődhet a kistarcsai tornacsarnok építése, melynek alapkövét 2014. szeptember 16-án rakták le a Simándi Általános Iskola udvarán. Az egyszerre három osztály testnevelés órájának helyet biztosító csarnok nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására alkalmas 1144 négyzetméter alapterületű 25x45 méteres küzdőtérrel rendelkezik majd. A Kistarcsai Sportközpont program jelenlegi állásáról Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere és Vécsei László országgyűlési képviselő tájékoztatott. A nemzeti sportközpontokkal a napokban aláírásra fog kerülni az a szerződés megállapodás, amely lehetőséget nyit majd a közbeszerzés elindítására, és ennek következményeként pedig megvalósulhat a régóta áhított beruházásunk. Az a tornaterem, amely terveink szerint három részre osztható módon egyszerre három testnevelés órára ad majd lehetőséget az általános iskolások számára, másrészt nyilvánvalóan a tanítás után pedig a helyi sportélet megfelelő szintere tud lenni, és végül, de nem utolsó sorban, hétvégén azt tervezzük, hogy komoly kulturális és sportrendezvényeknek is otthont adhat. Településünk már régóta várt erre a lehetőségre, hogy egy ilyen nagy létszámú közönséget befogadni képes, fedett létesítménye legyen. Tehát ez egy több célú létesítmény lesz, nem csak a sportot fogja kielégíteni, ahogy említettem, hanem a lakosság általános igényeit is reményeink szerint. Nagy örömömre és megelégedésemre szolgál, hogy ebben a nagyon fontos pillanatban az önkormányzat, a polgármester mellett részt vehetek ezen a tájékoztatón, hiszen ahogy polgármester úr is elmondta, mérföldkőhöz érkezett ez a kistarcsai sportberuházás, a nemzeti sportközpontokkal megtörtént az együttműködési megállapodásnak az egyeztetése, tehát napokon belül várható, hogy az aláírást a felek megejtsék, innentől kezdve pedig azt gondolom, hogy a törvények és szabályok szerinti folyamat beindul, tehát elmondhatjuk, hogy belátható közelségbe került ennek a kistarcsaiak számára oly fontos beruházásnak a megvalósulása. A Kistarcsai Sportközpontban a négy darab öltöző mellett szertárak, raktárak, szociális helyiségek, orvosi szoba és zuhanyzók állnak majd a sportolni vágyók rendelkezésére.